A Felső-Tisza vidéki igazgatóság a vonatkozó rendeleteknek megfelelően a korábbi évekhez hasonlóan idén is megtartotta védműveinek őszi felülvizsgálatát. A több hétig tartó szemlét a közelmúltban zárták és most értékelték. Bodnár Gáspár, az igazgatóság vezetője kiemelte, a gátak, töltések, műtárgyak, valamint a szivattyú telepek és víztározók állapotát és felkészítettségét figyelték. Azt tapasztaltuk, hogy valamennyi védelmi rendszer kiválóan fel van készítve, a helyszíni munkatársaink kiválóan teljesítettek. Köszönhető ez annak a kiszámítható közfoglalkoztatási programnak, amelynek keretében 2000 embert foglalkoztatunk folyamatosan egész évben ezeknek a létesítményeknek a karbantartására. A felsőszabolcsi szakaszmérnökségnél is karban tudták tartani a védműveket, a térségben az elmúlt időszakban fejlesztettek is. A felsőszabolcsi belvízrendszerből gravitációs vízkivezetés lehetősége nincsen, csak szivattyús kivezetés van, és ennek keretében, illetve ennek támogatásaképpen az elmúlt években kettő jelentős projekt is lebonyolításra került, ezen létesítmények rekonstrukciójára vonatkozóan. Ennek során megteremtettük azt a lehetőséget is, mint ahogy az előbb említettem, hogy gravitációs vízkivezetés lehetősége nincsen, viszont ez lehetővé teszi azt, hogy a Tiszából vízpótlást lehessen biztosítani a belfőrendszerbe. A lehetőséggel élni is kellett, 3 hónapon keresztül több mint 1 millió köbméter víz visszavezetésére nyílt lehetőség. Az aszályos időszak azonban nem csak Felső-Szabolcsban, hanem valamennyi területen gondot jelent. Tározóink egy része kiszáradt, 5 tározó teljesen üresen van, csatornáinknak egy jelentős része, 70%-a teljesen száraz, tehát készülnünk kell a vizek többletének a kezelésére, mert itt bármikor akár rendkívüli árvizek is kialakulhatnak, készülnünk kell arra, hogyha kevés víz lesz, ha nem lesz hófelhalmozódás és hóolvadásból vízkészlet, akkor nagyon súlyos gondok lehetnek a jövőben. Az öntözéshez szükséges vizeket biztosítani kell, ám a talajvízszintek is nagyon mélyen vannak. Erről a problémáról is értekeztek a vízügyi igazgatóság szakemberei Nyíregyházán.